Jó, szóval megérkeztünk a Castle-ról végéhez. Innedi Astrész. Sziasztok, ez az utolsó epizód az első évadának, a Castle-roknak. Hát nem tudom, hogy mit mondjunk, hogy hogyan foglaljuk ezt az egészet össze. Vegyes érzéseink vannak. Nem mondd ezt. Azt nem mondjam? Ezt sem mondd meg azt, hogy dél-baranyai akcentus. Jó, ezt is unom. Ezt is unom, az jó, újakat fogok mondani. Ma majd nagyon figyeljetek, mert egy csomó új dolgot fogok mondani. Hát akkor lássuk. Például a kezdésnek egy vadonatúj dolgot. Gyuri, mi a véleményed erről a részről? Az a véleményem, hogy csalódtam ebben a sorozatban először is. Volt benne 3 jó rész, és ennyi. Rettenet lassan húzták, rohadt unalmas volt az eleje, ahogyan épült, nem lehetett tudni, hogy hova tart. Aztán volt egy rész, az előző, azt hiszem, amikor teljesen megvezetnek minket, ugye amikor kapjuk ezt az alternatív világot a Kidről, uh-huh. És én be is nyeltem, tehát azt hittem, hogy jó, akkor a Kid az ártatlan. És most ez szerint a rész szerint, legalábbis számomra az jött le, hogy nem az. Tudom, ti hogy vagytok vele, igen. De nekem az jött le, hogy ez az egy az egyben hazugság volt, és a Kid az velejéig romlott, és ennyi. Illetve, hogy vonza magával a halált, és hogy még az elején, még a rész elején az a zeneszám is, amit énekelnek, az is arról szól, nem tudom, figyeltél a szövegére, hogy a halál mindenhova van. Azt szerintem a legelején is az volt az a zene talán. Lehet, ezt nem tudom, de figyelj, gonosz, tehát, hogy ő hagyott ilyen babákat azoknál, akiket megöl, átveszi emberek fölött az irányítást. A börtönjelenetnél egy az egybe, ő nyír ki mindenkit, ja. És ott szemtanúja ennek a izé is. De most akkor ő azért csinálja ezt, mert miért, mert mindenki. Mert ő a gonosz. Egy egyetemes gonosz, és szerintem... Na jó, de ő az ő univerzumába, vagy abban a másik párhuzamos paralell, nem tudom, miben, amiből jött, ott ő nem gonosz. De azt ő csak elmeséli. Tehát azt ő narrálja a... Lehet, hogy az egész kamu volt az a rész? A 9. rész? Hát szerintem ő azt beheteti a moldit ezzel, és ennyi. Érdekes. Érdekes, amit mondasz. Szerintem ő vissza akar jutni a skizmába, és a Henryvel akar visszamenni, mert a Henry miatt szerintem ő ott tud utazni. Tehát, hogy szerintem ő el akarja hagyni ezt a univerzumot, tehát ne egy másikba, és ugyanígy pusztítani. Én szerintem, nem tudom. Nem tudunk semmit. Megint nem derült ki semmi. Úgy össze lett csapva, mint az állat. Szerintem. Arról nem is beszélve, hogy egy pillanatra látod a kölyköt, mint szörnyet. Ja, és a világ legszarabb CGI effektje. És az utolsó pillanata ennek, ahogy ráordít a Henryre, az meg fájdalmas és szomorkás arc. Ja. Az nem is egy az egybe egy elvetemült gonosz. Mi az te? Figyelj, de én szerintem önmaga csapdába esett ez a sorozat, mert ahogy azt én már egyszer elmondtam, kivontak itt a King regényekből érdekes dolgokat, ezt összerakták, azt gondolták, hogy jó lesz, lehet, hogy majd némelyik nézőnk ezt megszáfolja, mert valakinek ez jobban tetszett, jobban értette a dolgokat, mint mi. Nekem az a véleményem, hogy ez a sztori így nem elég erős, pláne nem 10 részre. Figyelj, tehát... eleve fura a gonosz, tehát hogyha azon a vonalon indulunk el, hogy jó, akkor az egész átverés volt, és a Kid maga a gonosz. Ja. Ő azért elég könnyedén hagyja magát állandóan elkapni. Ő semmilyen fizikai ellenállást nem tanúsít. Nincs is szüksége rá. És akkor megint lesitteli lényegében a helyében. Tehát van még egy jó ember megint ebbe a városba, az a Harry Deaver, átveszi ennek a Warden Lacey-nek a helyét, igen. És akkor most ott fog rá vigyázni a kölyökre megint 20-30 évig, amíg bírja. De a kölyök már ott vigyorog megint, mert tudja, hogy oké, végül úgyis a gonosz nyer. Jó, de most miért jó a gonosznak az, hogy be van zárva 30 évre megint? Fogalmas. Tehát, hogyha én egyetemes Primeval vagyok, érted? Diablo, akkor... Diablo, akkor Mephisto. Mephisto, Bale. Akkor simán kijutok, és mindenkit lehentelek, de a kölyköt itt mindenki... Tehát a kölyök így, ő a gonosz, és mégis hagyja, hogy elvigye a rendőrség. Ő mindenre így rábújik. Egyéb iránt azt fognak nem értem. Rá egy pisztolyt ábra, és... ezt akartam mondani, hogy a régi Warden, a Warden Lacey, az mi a szarért nem öli meg? Már bocsánat, jó, nyilván nem gyilkos, de most... Ő azért nem öli meg, mert ő nem biztos abban, hogy most a kölyök tényleg gonosz, és ő nem teheti ezt meg. Értem. Tehát az egy nagyon jó ember ennyi, és a Henry Deaver is bizonytalan egyébként. Fair enough. És egyébként itt jegyezném meg, hogy még egy pillanatra ebbe ennek a résznek, igen, az elején lehet látni a Warden Lacey-t megint, ahogy ugye le akarja lőni, vagy hát vívódik, és megint látom a szemébe azt a fényvillanást. Nem tudom, hogy ez mi volt. Én se. Azt nehéz kiszúrni, de tökre lelassítottam, megnéztem, és így vakusz benne valami. Lehet, valaki közben fotózza őket. Lehet, hogy a kölyök. Ja, tényleg. Nem, szóval ez fura, és, de mondom, az a logikátlan benne, hogy van egy ilyen gonosz, aki bármire képes, és kortalan, és halhatatlan, és fegyvert fog rá egy majom, és akkor érted, és ezért hagyja, hogy jó, hát akkor zárjál be egy pincébe, olyan rácsok mögé, amik így mozognak, simán ki lehetne onnan is szabadulni, és így ennyi beletörődik abba, hogy ott van. Nem tudom, Gyurikám. Fogalm sincs. Én... Szerintem a néző közönségével a sorozat elvesztette egy kicsit
a kapcsolatot már egy ponton, és voltak érdekes próbálkozásai, például kifejezetten tetszett nekem, amikor a CCSP azt nyomtam, hogy ugye össze-vissza forgolódott ott az idősíkokba, tudod, a, nem tudom már, a Present Queen. Perfect című, vagy Past Perfect Queen. Című résznél, a Queen, ja, The Queen. Mindegy, az jó volt, meg igen, érdekes ötletek voltak ebbe, de azért ennyire ne engedjük már el a központi történetet és a megoldásokat. Tehát szerintem egy évad végére azért ennél több konkrétum kéne, nem? Igen, ez nagyon rossz. Annyira össze lett csapva ez. Ja, ja. Tehát így kint vagyunk abban az erdőbe, igen. Meglátjuk ezt a gonosz arcot, és utána snitt, és már eltelt egy év. Ezt így nem lehet csinálni. Tehát, hogy nem, mert érted, mint, hogy olyan volt, mintha láttunk volna valami hatalmas katarzis, de nem láttunk semmit. Persze. Kell fogni egy King regényt, és egy King regényt meg kell csinálni, filmesíteni, vagy sorozatosítani, de ezt így nem lehet csinálni, hogy én fogom a Castle Rock városát, és akkor azt benépesítem, és azt mondom, hogy a Castle Rockban egy csomó szar dolog történik, és az a város kinyír minket, és van benne egy kölyök, akinek vagy igaza van, vagy nem abban, amit látott, vagy nem. Mi van? Tehát, igen, és akkor oda vannak még rakva ilyen szereplők, mint a Molly, ja. Aki a film legvégén azt se értem, hogy mit néz ilyen kataton zombiként mögötte a nagyanyja, és akkor mindketten így bámulnak ki az ablakon. Az csak azt hivatott, hogy ők ott maradtak, és ők sem mentek el. Jó, de most ez mi? Akkor ott van Jane Levy, aki egy marha jó nő, és hogy lehet így elpazarolni egy ilyen szar sorozatra egyébként a Jane Levy-t? Annyira fölösleges az ő jelenléte. A Jane Levy-vel zárul ez az egész rész, ugye azzal, hogy ő írja a saját könyvét, és egy településre készül azért, hogy kutasson, egy Overlook nevű településre, ami egyébként hajaz a Ragyogás című filmre, az egy másik Stephen King, ugye, mert hogy ott volt az Overlook Motel. Ja, igen. És ezzel szerintem azt csugalja, hogy akkor lehet, hogy a ragyogással kapcsolatos lesz a második évad. Hát, tehát szerintem minden elmennek, és kész, ez az egész le van zárva. Valóban, és ha így van lezárva, akkor kapják be. Igen. Ez semmi. Mert tudod, egy több, tehát hogy mit tudom, például ha már ragyogást említetted, annak a történetében is próbára van téve a néző, hogy most mi ez a hotel, pontosan hogy vannak itt a dolgok, nagyon fontos a filmvégi kép, ugye, amin ott van a Jack Nicholson az ünneplő tömegben. Ja. Nyilván az ugye jó, az jó, tehát az egy jó eső, kellemes érzésbe hagy de minket. De az egy megírt történet, ez hát meg persze. Egy összetákolt, ez és így van. Most, hogyha itt mindenhonnan szedtek ki dolgokat, ja. és egy ilyen újszerű valami született belőle, ami nekünk egyébként nem tetszik, ja. akkor ott is ez lesz. Akkor nem fogják ott egy az egyben a ragyogást elsütni. Nem tudom, Gyuri. Az biztos, hogyha méltó lesz a mi figyelmünkre, akkor így a ti figyelmeteket is megkapja majd, ha ennek a folytatását nézzük. Ez egy szar volt. Összességében ez egy szar. Sajnálom. Ez a véleményem. Igen, hangulatilag rossz a tempója, rossz a tempója, volt benne egy-két tök jó rész, ja. de összességében nézed, nem. Elégedetlen vagyok én igen. is. És senki se akar, hogy mi elégedettek legyünk. Különösen nem a Stephen King, úgyhogy valami sokkal jobban tessék előállni. Mi meg nem sokára folytatjuk egy újabb sorozattal. Amit még nem tudjuk, hogy mi lesz egyébként. Meglátjuk. Rengeteg sorozat van, amit így számításba vettünk. Például a Jim Carrey sorozat, amit többen kérdeztek. Meg van vagy 4-5 Netflix sorozat, amit annyira szeretnék megcsinálni. Ja. Ugyanígy egyébként a Walking Dead-et is tök jó lenne, csak ugye nem tartunk ott, nem tudunk ennyi részt megnézni. Hát igen, plusz ugye ne felejtsétek el, hozzátéve azt, hogy nagyon köszönjük az ajánlásaitokat, és ez maradjon így, írjatok mindig nekünk, hogy mivel szeretnétek foglalkozni, vagy hogy miről beszélgessünk. De nyilván azt a sorozatot, ami már 4-5 évad óta megy, amióta mi azt nem nehéz, létezünk, ja. azt nehéz akkor onnan fölvenni, de hát... Meg a Netflix is para. A Netflix azért para, mert az, hogyha kijön egy sorozat, akkor kijön akkor egyből a 15 rész. És nekünk, tehát ugye ennek akkor van csak értelme szerintem, hogyha kijön egy rész, és akkor mi is megcsináljuk, és egy hetet kell nektek is várni, meg nekünk is, hogy megnézzük. Szerintem ez így tök jó. Jó. Én legalábbis, ami ilyen műsorokat nézek a YouTube-on, mert nézek külföldi csatornákat, ott tök jó várni velük együtt, tudod, hogy igen. megvolt a rész, és akkor hallani akarom, hogy ők mit gondolnak. Igen. De csak erről ez majd nehéz, még beszélgetünk, mert az sem rossz, hogyha fogunk egy teljes évadot, például most néztem, mert most jött ki ugye a Daredevilnek a harmadik évad, ami nekem nagyon tetszett, én nagyon szeretem a Daredevilt, és igen, lehetne úgy beszélni róla, hogy akkor íme a harmadik szezon, és akkor mondjuk egy három részes adás. Meglátjuk, van pár ötletünk, majd nem sokára kitaláljuk, hogy mi legyen a következő. Ja, így lesz. Úgyhogy tessék minket segíteni az ötletelésbe, kövessetek minket, itt is, ott is, mindenhol. Sziasztok!